mond ki az igazságot, kérde bátran, büszkén, becsületben. Szomorú nap elé néztünk a helyőszalontán, sajnálatos módon, akkor én értesültem arról, hogy itt egy 50 éves hölgyet meggyilkoltak, akkor azonnal Budapestről hazajöttem az országgyűlésből, megkerestem a helyi polgármestert, lakosokkal beszéltem. Én nem tudom, tiszta, brutális, szóval ez a kis falu, mert tényleg nem nagy falu, ide figyelj, már hogy letegezlek, de nem nagy falu. Tehát ilyeneket csinálni egy emberrel, mert más az, ha valaki természetesen meghal. De nem így, mert tényleg, hogy úgy botránkozó az ilyesmi. Valami, hát az az igazság, átkezdődött a dolog, hogy ide hozott ő egy albérlőt, az, akit kivégeztek, mert hát kivégezték végül. És szerintünk, legalábbis itt többen azt gondoljuk a faluban, hogy aznak lett a árka, hogy ide hozta őket, és azt sem tudtuk, hogy kifélék, mifélék. Valószínű abból lett a bonyodalom. Ugye ünnepeltek, ezek állítólag volt valami nagy banzáj. Most az újságból is olvastuk már, hogy valami gyulakodás volt, de ő külön házba lakott. Hogy az oda hogy mentek be, vagy miért mentek be? Mert ez egy olyan jó lelkű valaki volt, hogy ennek egy haragosa nem volt a faluba. Ez tisztelettudó volt, ez mindenkivel köszönt, jó egészséget kívánt, ünnepeket kívánt, névnapot kívánt, attól függetlenül, hogy szegény volt. Azt nem tudjuk, hogy akkor miért történhetett meg. Tehát magába volt, itt lakott egy albérlő pár, aki nem fizetett már 3 hónapja neki albérletet. Abban akarta pótolni a megélhetőségét, és nem kapta meg az albérleti pénzt. Na most az a helyzet, hogy hétfőn láttam őt az utoljára, 2:30-kor, és hazajött, hát nem tudom, hogy kérte pénzt, vagy nem kért, azt nem tudom, csak hazajött, és utána már nem láttam. Ez egy 3-4 óra tájt már ment aludni, minden délután. Ő már jó éjszakát kívánt, ő ilyenkor már elment aludni. És ő mindegy, hogy éjszaka, mikor kelt fel, meg hajnalban, hogy főzött meg, ez egy dolog, de ő korán elment aludni. De nem volt eddig semmi baja, meg semmi problémája, hanem itten kiadta ezt most albérletbe. 15 000 forintért, hát én nekem is azt mondta, hogy csak 6 000 forintot adtak a lakók neki, közben 15 000 adta. Meg voltunk döbbenve, hogy akar mikor történt ez az eset, ha este 11-kor, ha hajnal 3-kor. De hogy másnap 1 órakor hívták mentőt, ez is egy furcsa dolog azért valahol. És ugye van lakója, akkor miért pont 1 órakor hív? Albérletet ment volna, biztos gondolom én. Kérni tőlük, és lehet, hogy valami bitter hevébe, hát még vizsgálják. A hölgyet brutális módon meggyilkolták. Többen, akik helyszínen is berészt vettek, és egyéb emberek, akik még itt voltak jelen a helyszínen, azt mondták, hogy a hölgynek a nyakát nem csak elvágták, hanem szinte teljes mértékben majdnem leválasztották a testéről. Szörnyű látvány volt, polgármester úr elmondása szerint ő meg sem merte nézni az áldozatot. Hát elvágták 3-szor a nyakát, akkor utána hátba szólták, és akkor az egyik házból, az első házba behúzták a másik szobába. Hát azt ott állt benne a kés a hátába. De hogy ott a szomszédok, senki nem hallotta, ez nekem már a furcsa. Mert én azért, ha itt valakinél van valami, hát a kutyák ugatnak, 1, 2, kinézek, 3, vagy kijövök, vagy valamit az ember észrevesz azért, hát szétnézek, hát, mert nálam is ugyanúgy bejöhetnek, meg itt már most sajnos számíthatunk majd ilyen dolgokra. És félnek? Hát félünk, megmondjuk, őszintén félünk, mert eddig még ilyen nem történt itt. Nem megyek én sehova se, beviszem a baltát, meg van 2 kutyám, aztán majd lesz valahogy. Hát de ilyen, én 71 éves vagyok, ilyen még nem történt.
Hát ilyenre nem emlékszem, hogy ilyen történt volna, hogy ilyen brutálisan valakit megöljenek. Hát annyi volt az egész, hogy szétdobott dobálva a konyhába, dobálva mindenki volt terve a szekrényből, és ezért, hát hogy mit kerestek, mit nem, csak a mentős benézett a nagyszobába, én is megláttam őt, tehát így az ágyon ilyen átlóba beszélt, volt festetve, de sajnos más nem láttam rajta. Mondta a mentős, hogy menjünk ki. Az, hogy a polisz.hu-ra a mi sajtóközleményünk után, Egye Zsolt és az én sajtóközleményünk után helyezték ki az ő közleményüket, ami egy 5-6 mondatos közlemény. Én azt mondom, hogy ez a közlemény számára abszolút nem megnyugtató. A helyőszalontai gyilkosság ügyében telefonálok. Igen. Hogy mit lehet tudni az esetről a szűkszavú rendőrségi közleményen kívül? Azon kívül túl sok változás nincsen, annyit tudok még elmondani, hogy a rendőrség egy gyanúsítottal szemben előterjesztést tett előzetes letartóztatásának bírósági elrendelésére. Az a mai napon meg is történt. Ketten pedig szabadlábon védekeznek az eljárás jelen szakaszában. A másik két főt bűnpártolással gyanúsítja a rendőrség. Értem. Információink szerint méretetlen brutalitással végezték ki az asszonyt. Hogy a rendőrség csak egy főnél indítványozta az előzetes letartóztatás elrendelését? Mint ahogy említettem, két fő bűnpártolás, vagyis ők tevőlegesen nem vettek részt az emberölésben. A helylakosok nem tudnak szinte az esetről semmit. Akik itt ebben az utcában laknak, nagyon félve mernek nyilatkozni, én is többükkel beszéltem, és alig merik elmondani, hogy mit láttak esetlegesen, mi történt. Én azt mondom, hogy az, hogy Pintér belügyminiszter úr azt mondta, hogy két ételt rendett ezt ma Magyarországon, ezzel nem értünk el semmit. Tevőlegesen, látványosan kellene megvalósítani azokat a dolgokat, amiket megígértek. Ezek az emberek, akik itt ezeken a kis településen élnek, mint például ez helyőszalonta, itt akkor nyugodnának meg az emberek, ha igenis rendőrök minden nap járőröznének, és hogyha nincsen megfelelő rendőri létszám, azok ellenére is, hogy hány rendőrt avattak fel, akkor igenis meg kell valósítani a csendőrség intézményét, mert a csendőrségben mindenki bízik itt Kelet-Magyarországon, mindenki azt várja, hogy végre ne félelembe kelljen élnie. Megálltam az ajtóba, hát ez valami borzasztó, ami ott bent van. Felforgatva minden, az a vér, de hogy került az első szobába, amikor ő mindig ott az kis szoba van neki, ott van egy heverő, és akkor itt fekhetett, vagyis hát azt nem láttam, de gondolom, mert ott tiszta vér, meg a fal is véres, akkor a papucsa ott van, törülköző, akkor az ablak a szobajtón, így, hogy üvegajtó, három üveg van benne, az aló, vagy kiütve, hogy mostan, az beütötték-e, vagy ő beszaladt oda, vagy hogy keveredett oda, hát ezt nem tudom. Nem tudom. Ez nagyon érdekes, hogy keveredett oda. Ma itt helyőszalontán is elmondta egy idős hölgy, hogy egyedül lakik egy háromszobás házba, és megkérdezte tőlünk azt, hogy ő lesz a következő áldozat. Én nagyon nem szeretném, ha még egy ilyen eset előfordulna itt helyőszalontán, és nagyon megkérem a rendőrséget, hogy igenis ennek az ügynek minél hamarabb járjon a végére.